A hagyományokhoz híven Óbecsén Petőfi Sándor szobránál tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékének. A jelenlevők előtt Kormányos László, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi képviselője tartott beszédet. Az a megtiszteltetésért, hogy egy néhány gondolattal az itt élő magyar közösségét, aki kitartóan küzd Petőfi és a márciusi ifjak eszmeiségért, a szabadságharc vágyáért, és mindazok, amik a mindennapokban az itt maradásunkat próbálják elősegíteni. Többek között ideértem a Petőfi iskolának is, a küzdelmét, a létét, a létjogosultságát, és reméljük, hogy ezek a küzdelmek sikerre fognak zárulni. És természetesen nem kis szerep volt ez, és nem is egyszerű, amikor az ember hátra meg a Petőfi áll, és aki kiváló, sokkal egy korszakot alkotó műveivel gazdagította a magyarság történelmét. A megemlékezésen jelenlevő helyi pártok, civil szervezetek és az önkormányzat képviselői a szobor lábánál helyezték el a kegyelet koszorúit. Az esemény alkalmából a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben Ebecses zászlónak, a hazának címmel szerveztek ünnepi műsort, ahol fellépett a Cirkalom és a Szelence táncegyüttes, valamint a Csalóka és a Fokor zenekar.